Leonardo DiCaprio-ról tudjuk azt, hogy ő nagyon komoly természetvédelmi munkát végez, alapítványt hozott létre, járja a világot, nemrégiben majdnem Ázsiából kitiltották, mert orángutánokat ment megnézni, és őszintén leírta a valós helyzetet, bevállalva azt, hogy itt azért komoly politikai konfliktust okozhat az ő jelenléte és az őszinte véleménye. Ez nagyon fontos, és hát ugye ez egy példamutatás a 21. századi embernek. Szóval Leo az abszolút nagyon-nagyon fanatik természetbarát, és szerintem 20-25 éve biztos. És ez jó egyébként. Egy olyan ember, akit naponta milliók néznek, és hetente 100 milliók rajonganak érte, egyébként ráadásul jó színész, nem mellesleg, lehet, hogyha ő mondja, akkor valóban kicsit jobban felkapják a fejüket, ha nem is azok, akik a döntéseket hozzák, hanem azok, akik felhívják a döntéshozók figyelmét, hogy figyelj, lehet, hogy érdemes oda nézni erre az emberre. És a farkasok és Leo nagyon szorosan összefügg, mert ugye az ő természetvédelme, környezetvédelme, az őslakosok iránti tisztelete, és valóban tiszteli az őslakosokat, és valóban nem csak egy mozikontakt ez, és ráadásul azért nagyon-nagyon fontos, mert az amerikai kontinens és a farkasok, és a farkasok eltűnése és visszakerülése, ez egy nagyon-nagyon ilyen kiélezett, meg ilyen szegmens probléma ott, nem beszélve tényleg ugye a visszatérőről, ami ugye, ha egy furcsa módon is, de azért érinti a témát nagyon. Én azt gondolom, hogy ő ebbe a történetbe, hogy nagyon-nagyon sokat tesz bele az őslakosokért, a természetért, ezeké a szőrös állatokért, meg a többi szőrös állatért, meg aki nem szőrös azokért is, ő egyébként kockáztat is ezzel. Tehát ne felejtsük el, hogy kockáztat, hiába hollywoodi sztár és hiába nagyon-nagyon ismert ember, ez egy éles határvonal. Ez egy éles határvonal, és azért vannak erősebb, nagyobb erők is, mint egy hollywoodi sztár. Nekem abban mutatkozik be, hogy komolyan gondolja ezt, hogy valóban akkor is megszólal, és olyan módon, és olyan helyen is megszólal, ahol azt mondaná az ember, hogy lehet, hogy most nem feltétlenül polkorrekt ez a megszólalás, és lehet, hogy én óvatosabban bánnék ezzel a megszólással, de ő odaszól. Odaszól, hogy ha már a Yellowstone-ba betettük a farkasokat, visszavittük a farkasokat, akkor nem kell kiirtani. Azért, mert a farmer azt mondja, hogy ki kell írtani, és nem feltétlenül a farkas fogja, a szürke farkas fogja, vagy a Timberwolf éjszakabra, nem feltétlenül azt fogja csinálni ott a balhét, hanem lehet, hogy egészen másról van szó. Ugye nagyon sokan sztárolunk személyiségeket. Én annak örülnék, hogyha Magyarországon is egyre több ember, hála Istennek tudok ilyen embereket, akik itt voltak már nálunk, és abszolút felvállalták és látom rajta, hogy őszintén felvállalták a farkasok iránti vonzalmukat, és az, hogyha valaki a farkas iránt érez valamit, ez azt is valahol mutatja, hogy a természet iránt is, és minden állat védelme iránt egy nagyon fontos kiállást felvállal.